Sziasztok! Zozóka vagyok! Szeretnék bepótolni egy elmaradást, mégpedig az 576 kilobajt átlapozásánál ígértem nektek kettő darab játék bemutatót, mind a kettő ugye autóversenyes játék. Az egyik, ami most fog következni, ez a Microprose Formula One Grand Prix című játék. És azért késett nagyon sokat a videó, ugyanis hát nem volt egyszerű létrehozni a felvételt. Ez a játék ugyanis megérdemli azt, hogy nagyon, legalábbis a lehető legjobb minőségben próbáljam nektek bemutatni, és hát ezt nagyon nehéz volt beállítani, még most sem teljesen sikerült, ugyanis a játék vektorgrafikás, és hát igencsak recés itt-ott-amott. Ennyien szólva, és próbálgattam az emulátort beállítani, hát most azt találtam ki, hogy sajnos semmi más nem kell csinálni, mint hogy a képminőséget a lehető legkisebbre venni, és úgy elkövetni a felvételt. Elnyomom gyorsan az intrót, elég hosszú az intro, és nem akarom ezzel húzni a videónak a hosszát, ugyanis kell majd nekem egy időmérőt is menni, illetve kell majd nekem egy versenyt is menni, hogy a lehető legjobban bemutassam nektek a játékot. Oké, és ezen a részen nekem elszembe jutott, hogy megvolt eredetiben a játék, ugyanis kézni kellett tartanom mindig a kézikönyvet, mikor szerettem volna játszani. A kézikönyv az több száz oldalas volt, mint ahogy ugye itt is látjátok, tehát 300 vagy 400 oldalas lehetett, vagy talán még több is, mert ténylegesen nem emlékszem rá. És ugye itt is föl kellett lapozni ahhoz, hogy ugye a védelmen túljussunk. Föl kellett lapozni a 137. oldalt, ott az első bekezdést megkeresni, az első bekezdésen belül ugye a negyedik sort, és ott pedig a negyedik szót kellett ide beírni, ami most ugye lehet akármicsoda. Oké. Tehát szerettem volna minél jobban bemutatni ezt a játékot, és hát úgy nagyjából sikerült tényleg így most, hogy egy kicsit ilyen kisebb ablakba fogjátok látni a játékot, sikerült elfogadható minőséget produkálni. Gyorsan megmutatom, hogy 1992-es játékról van szó, ha jól tudom, de a körüli, hogy hogy nézett ki egy Formula 1-es szimulátor. Bizony, tehát ez ugye szimulátoros játék. Oké, tehát ki lehet kapcsolni különféle segítségeket. Itt van még két fontos menü, mégpedig az, hogy a gyakorlás, az időmérő, illetve a verseny hossza a valósághoz képest mennyivel rövidebb, tehát látjátok, hogy mondjuk a verseny például 10%-át fogjuk, tehát a verseny idejét vagy távját 10%-át fogjuk teljesíteni. De már fáradt vagyok, bocsánat. És a időmérő is pedig csak 15 percet fog tartani. Itt még különféle beállításokat végezhetünk el. Én hagyom most ugye a leggyengébben, mert szeretnék minél hamarabb jól teljesíteni a játékban. Itt esetleg ezt átállítom, a többi az marad. Na így. Ami még esetleg fontos, hogy a régi digitális, ugye mikrokapcsolós joystickot, akinek volt, ugye, tehát lehetett azzal is játszani a játékot, de akinek volt analóg joystickja, az természetesen sokkal jobban járt, ha azzal játszott a játékkal, mert sokkal finomabb kormányzás lehetett vele elérni. Tényleg elnézést, este veszem már fel ezt a videót, ugyanis ez már a második felvétel, mert egyszerűen, és én most nagyon remélem, hogy nem fog elcsúszni a hang. Tehát az elsőnél elcsúszott a hang. És mindezt sajnos úgy vettem észre, hogy amikor már, tehát beállítottam a kódolásnál a játékot, a hangot és a játékot összelőttem, és mikor lekódolta a gép, és utána néztem, hogy a végén teljesen szét lett csúszva. Oké, tehát megyünk egy időmérőt. És remélem, hogy minden klappolni fog.
Ami föltűnhet például az az, hogy nagyon hamar el kell indulni. Nem szeretném, hogyha kijönne elém bármilyen másik kocsi. Tehát ami föltűnhet, hogy van box utca. Bizonyám, nagyon sok játékban kihagyják a box utcát. Pedig szerintem pláne egy Forma 1-es játékhoz hozzátartozik a box utca. De szinte bármelyik autóversenyes játékhoz szerintem. No, azért kellett kirohanni így a box utcából, mert hát természetesen közben ugye a mesterséges intelligencia is futná az időmérő körét, és nem szeretném azt, hogyha bármelyik kocsit föltartana engem. Nagyon fontos, hogy minél jobb időt tudjak futni, ugye majd a mért körön, ez még csak ugye a felvezető kör. Na, és akkor, hát aki nem tudná, az egy vektor grafika. Amit most láttok, srácok, ez bizony, ez egy kőkemény vektor grafika, és láthatjátok a recéket, amit ugye próbáltam egy kicsit javítgatni. Ugye ez a régi rendszeren, tehát a régi tévéken, monitorokon, ez azért sokkal-sokkal szebben festett. Természetesen a vektor grafikának megvolt a előnye és a hátránya. Jó. Hát a hátránya az mindenféle, tehát akkoriban még élsimítás se volt. Na most is ezeket a felde vonalakat azért ezért elég nehéz volt egyenes vonallal ábrázolni. Na mindegy, tehát a játék mindenféleképpen megérdemli a figyelmet. A mesterséges intelligencia, és ugye, tehát a többi pilótának a vezérlése is nagyon jól meg volt oldva. A gép tud hibázni. A pályabírókat most nem lehet természetesen a pálya mellett látni. Lehet, hogy talán zavaró is lenne. De hogyha bármilyen esemény történik, akkor azonnal megjelennek a pályabírók itt a pálya szélén értelemszerűen, és lengetik a zászlót. Tehát még ezt is berakták. És hihetetlen, nagyon jó versenyhangulata szokott lenni a játéknak. Küzdeni kell. Óvatosan kell menni, nem lehet ész nélkül menni. Például a rázóköre még véletlenül se szabad rámenni, pláne kanyarodás közben. Mert simán ugye megpördülhet a kocsi. Ez az. Amiért nagyon fontos, hogy minél jobb helyezést érjek el, az az, hogy ugye nagyon sok segítség be van most nekem kapcsolva. És hogyha én ezt az ideális ívet, amit most ugye követek, azt elhagyom, akkor a játék nagyon finoman megpróbál vissza noszogatni erre a ideális ívre, és ezért egy kicsit ellent kormányoz nekem. Na most az előzésnél ez kifejezetten hátrányos. Most van a gyors kör, hát és valaki itt van előttem. Azt a mindenit nem tudok menni egy tiszta kört. Ó, ez igencsak szomorú. Remélem majd valami egyenesen érem utol, ahol meg tudom éppen előzni, ez az. Gyorsan visszamegyek az ideális ívre, így, és folytatom az utamat. Tehát nagyon nehéz előzni, most is nagyon óvatosan, na nem hiszem el. Most is nagyon óvatosan kellett kivitelezni az előzést. Pláne, hogy ugye billentyűzettel játszom. Volt nekem a régi Amigához egy rendes analóg joystick is, illetve én ugye nagyon szerettem a helikopter szimulátorokat, és arra volt egy komolyabb, tehát kimondottan ilyen helikopteres, vagy hát ilyen repülő szimulátorokhoz gyártott analóg joystick, és én azt használtam. A francba. Igen, láttátok? Itt már... Most miért jövök be? Jaj, nem már. Most miért jövök be ide?
pozíció 1-es, vagy ez már akkor a levezető kör volt? Nem, mert megint itt dumálok nektek, és teljesen... Position 1... Oké, nézek egy olyat... Hol van? Na, itt van az eszkép. Csak már ugye sötét van itt a szobában, mert este veszem fel ezt a videót. Oké. Rágyorsítok egy kicsit az időre. Mi vagyunk Nigel Mansell. Tehát nem akárkik vagyunk. Figyelem azt, hogy még mindig első leszek. 6 perc. Na ez eddig jó. Ó, látszik is, hogy elég jó időt mentem. Remélem nem fog senki megelőzni. És akkor ez maradhat. Hát akkor úgy néz ki, hogy már a levezető körön volt, amikor utolértem a többieket. Oké, úgy néz ki, hogy elég jó időt mentünk. Jól van. Ha, tényleg itt dumálok, és... már nem tudom már, hanyadik kört mentem. Oké, megyünk. Akkor egy versenyt, fiúk, lányok. És nagyon szeretnék első lenni. És ne, ez nem lesz egyszerű. Még úgy sem, hogy a pole pozícióból fogok rajtolni. Ugyanis valószínűleg, hogy már itt a... rajtnál be fognak előzni a szemetek. Ugye értelemszerűen azért, mert gondolom egy kicsit leszabályoz a játék. Ez az, már nyomjuk neki. 5 kör lesz ugye a verseny. A monzai pályán. Már egy kicsit húzok befele. Áj, és egy megelőzött. Nem baj, őt majd óvatosan visszaelőzöm. De... a sikán után, tehát itt semmiféleképpen nem fogok előzni. Nagy butaság lenne. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy majd... fog... Mert amikor arról beszéltem, hogy például hibázik a játék, hibáznak a pilóták, történnek ugye a... Ez az, már sikerült megelőzni. Történnek ugye a mesterséges intelligenciával, tehát vezetett járművekkel ugye a hibák, a karambok, a kicsúszások, stb. És, de hát az nem törvényszerű, tehát mindig ez nem tudom, hogy csinálták meg, de ez a játék zseniális. Tehát, hogy nem scriptelt dolog, hogy na akkor mindig ott hibázik a játék. Nincs két azonos verseny, srácok. Tehát zseniális, nem tudom. Tehát azért régen is tudtak programozni, az más dolog, hogy persze szerényebb grafikai lehetőségek álltak rendelkezésre, ugye, mert a gépek nem voltak olyan erősek, de a programozás az ugyanúgy ment, tehát ugyanúgy le lehetett programozni egy mesterséges intelligenciát. Jó, persze, hogy azóta az is sokat fejlődött, mert hát gyorsabb processzorok, stb. Tehát vágjátok, hogy persze, hogy egy mesterséges intelligenciát sokkal jobb megprogramozni ugye egy gyorsabb rendszeren. És sok mindent tudsz beprogramozni. Tehát, hogy nagyon sok mindenre figyeljen. Ugyanis én nem emlékszem, hogy itt például lett volna esős futam. Például, hát most ilyenekre is gondolok, ugye. De minden esetre, ahhoz képest, hogy 1992-es körüli a játék, ahhoz képest iszonyat profi. De, tehát ezen én nem is csodálkozom, ugyanis a Microprose cég az tényleg egy nagyon megbízható és alapos cég volt. Nem csak autóversenyes játékot készítettek, mindenféle szimulátort készítettek, többek között ugye helikopter szimulátort is, illetve ilyen életszimulátort, ha jól tudom, meg mindenféle ilyen repülőgép szimulátorokat, és nagyon-nagyon-nagyon szinte, nem is tudom, rossz játékot én nem emlékszek tőlük, hogy láttam volna, aztán persze lehet, hogy volt. De tényleg nagyon minőségi játékokat adtak ki a kezeik közül. Ez az. Jól van. Oda kell ám figyelni, mert egy kis hiba, és hamar utolérnek, és ugrott az első hely, és nagyon szeretnék az első helyen végezni, mert
ott lesz még egy érdekesség, ott lesz az igazi jutalom, ott lesz az, amit azt mondom, hogy nem tudom, tehát, hogy belerakták a játékba, és ennyi, tehát csodálatos. Tehát lehet azt mondani, hogy persze elavult grafika, de azért a belbecsre azért ugyanúgy odafigyeltek régen a játékok kapcsán. Jó, persze régen is voltak ugye olyan játékok, amelyek természetesen összecsapottak voltak, mint ahogy ugye most is vannak nagyon jó játékok és összecsapott játékok, de azért nem kell lefitymálni ezeket a régi játékokat, srácok. Természetesen már nem érzek késztetést arra, hogy mondjuk végigjátszak itt ebben a játékban egy bajnokságot. Vannak természetesen olyan régi játékok, amelyek piszkálják a fantáziámat, hogy jó lenne vele nagyon sokat játszani, mint ahogy játszok is, például a Gunship 2000-rel, őt időről időről mindig előveszem, és ha nem is játszottam végig, de nagyon-nagyon-nagyon sokáig eljutottam vele hébe-hóba, amikor ugye elővettem a játékot. És majd szeretnék majd arról is egy videót elkészíteni nektek. Nem tudom majd, hogy valamelyik újságban meg lesz említve a játék. De ha nem, akkor is majd találok természetesen arra módot, hogy bemutassam nektek. Az a játék, az szintén az a szívem csücske. De most nem az a téma, hanem a Formula One Grand Prix. Amire egy kicsit... oda kellene koncentrálni, mert már nem sok van hátra a versenyből, és megint egyszer-kétszer éreztem, hogy hajszálom múlt, hogy eltévesztettem volna a kanyart, bevételét. Még úgy is, hogy a játék ugye segít nekem irányítani. De hát tényleg elég nehéz úgy játszani, hogy közben dumálok és irányítom a kocsit. És én, igen, ez egy elég unalmas felvétel lesz az előző felvételnél, de aztán lehet, hogy ez se kerül fel a netre. Ki tudja, mert lehet, hogy valami bibi lesz megint a felvétel kapcsán. Tehát az előző felvételnél, ahol ugye mondtam, hogy borzalmasan szétcsúszott a hang a végére, és úgy döntöttem, hogy én ezt nem töltöm föl, de tehát azért iszonyat zavaró. Tehát engem is zavar, hogyha mások videóját nézem, akkor én meg miért töltenék föl ilyen videókat akkor. De no, ott viszont egy kicsit izgalmasabb verseny volt, ugyanis visszaestem a harmadik helyre, vagy a negyedik helyre, és akkor ugye volt egy kis előzgetés, illetve lehet ezt látni azt, hogy a gép egymással meccsel, és már ahogy nézem, utolértem egy lekörözött versenyzőt. Természetesen ugye a valóságban ez nem történhetne meg, de mivel itt úgymond össze van sűrítve a játék, ezért hamarabb utolérjük a lekörözött versenyzőket is. Jó lenne, ha... Basszus! Hú, ezt megúsztam. Ezt megúsztam. Láttátok, hogy lementem a fűre, és ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon finoman kell kormányozni, ami billentyűzettel nem egy egyszerű. De megúsztam. Hú, nagyon nagy szerencsém volt. Ez egy kicsit, ez nagyon veszélyes manőver volt, ilyet nem szabad csinálni. És ugye még ami nagyon érdekes az, hogy akkoriban nem voltak visszajelzések, akár egy, ha valakinek ugye volt kormánya, le is intettek, szuper, és rész van, ez az, megnyertem a versenyt. És meg fogjuk látni a lehető legjobb befejezést, ami nekem mindig hiányzik a Formula 1-es játékokból, ugyanis nem is tudom, javítsatok, ha tévedek, de nem igazán van pesgőzés a játékokban, tehát a Formula 1-es játékokban. Bocsánat, nem megyünk le a fűre, azért nem úgy menjünk itt a részegek. Sőt, egy kicsit még megyünk is. Hogy kell, melyik gombot kell nyomni ezt az?
No, és látjátok például, hogyha történt volna bármilyen gond a pályán, akkor így megjelennek a pályabírók, és akkor ugye leengedik a sárga zászlót, leengedik a kék zászlót, leengedik a tököm tudja milyen zászlót, hogy ugye figyelmeztessenek minket arra, hogy éppen valami történt a pályán, mint ahogy ugye mondom, tehát azon a versenyen, ami szétcsúszott a hang, ott tényleg lehetett látni, hogy meccsel egymással, tehát hogy versenyzik egymással a gép. Tehát a mesterséget, tehát a gép által irányított pilóták meccselnek egymással. Tehát hihetetlen. Nagyon jó a játék. Öreg játék nem szar játék, mondhatnám. Öreg játék, mély játék az igaz, de nem szar játék. És ezt most már nem fogom tovább ragozni. Még egy kicsit körözök. Ennyi lett volna ez amúgy ez a videó. Nem sokára jövök, akkor a... Hát legalábbis először leellenőrzöm a hangot. Mert nem fogok nekiállni úgy a másik játék felvételének, hogyha itt se jó a hang. Ugyanis akkor valami nagyon nem stimmel. Na fiúk, lányok, nézzük csak. Ó, látjátok? És itt van! És itt van! Köszönöm! Tehát ez! Hát hihetetlen, ezt be tudják rakni egy 92-es játékba, és a mostani Formula 1-es játékokat, ha nézem, ott nem tudják berakni. Tehát a Formula 1 erről is szól. Az a végén ott van a pezsgőzés, sőt, tehát bármilyen olyan autóversenyes vagy autóversenyt nézek, ugye ott is mindenhol pezsgőznek. Tehát szerintem nekem ez hiányzik. Az autóversenyes játékokból. Fiúk, lányok, akkor gyorsan elköszönök. Ennyi lett volna akkor a Formula 1 Grand Prix bemutató. Gyorsan ellenőrzöm, hogy sikerült a videó, és jövök vissza, ha jól sikerült, akkor jövök vissza a Vroom játék bemutatóval. Nos, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!